bleed. Bleednek megvan, nagyon simán. Megérkezett flash. 3-2 bleed, 1 HP. Megérkezett flash is. Megy vissza B-re amúgy. De szépen szedte ki Waylandot, tehát abból még X-raybe is alig láttunk valamit. Blade 1 HP-val, ő is megvan flashnek, 3 kill most már. A magyar 5. neve mellett, Markelov van egyedül. Nézzük az ő kameráján keresztül, mit hoz ki ebből a körből. Nála van a bomba, úgyhogy B fele veszi az irányt, flash és letni pedig nem szeretnének külön szakadni és megosztani az erejüket. Hogyha ára jön, akkor nem ára jön, 2v1-be megoldják. Hát ha B-n, akkor pedig egy 2v1 riték. Ugye bárhol rádupláznak, ha az egyiküket ellövi, és nem valami tökéletes spray kontrollal a két gyors fejest oszt ki Markelov, akkor a másik könnyűszerrel visszalőheti, ez az elmélet legalábbis. Igen, na. És nagyon szépen csináltak trénen is ezt, hogy együtt ment a két játékos, viszont letni elszakadt flash-től nagyon. Kell az info. Markelov viszont remek pozícióból várja az 1v2-t, aki itt el fog jönni Seize mellett, azt Markelov el kéne, hogy lője, aki letni lesz majd. Nem, és nem mutatja onnan, senki magát, rászednek a bombára. Flash V fogja szedni a bombát, ami neki nagyon jó. Gyerünk Flash. Markelov tudja megvédte, de nem tud róla, hogy Flash Markelov nem jutott a bombát. Hú! Flash gyönyörű. 10 másodperces ninja. És utána még a fejes.